Hát köszöntögét újra fel mindenkit a szerveren, itt vagyunk ismételten egy újabb 2B2-tis eventtel, ami a Spawn Aquarium névre hallgat. Ez egy olyan érdekes kezdeményezés lesz, ahol a játékosok megpróbálnak valami kreatívat kihozni az egyébként teljesen használhatatlan spawnból, annak is a belsejéből, hiszen egy 1000x1000-es kockában még jó pár évvel ezelőtt a játékosok teljesen elárasztották vízzel a spawnt, tehát látjátok bedrocktól egészen az építési limitig, azért, hogy a kezdő játékosokkal kitoljanak, meg így csak hát kigondolta volna, és megfullasszák őket rögtön a leszpawnolások után. Na most így a spawnon nem nagyon lehet építeni semmit, viszont ennek megvannak az előnyei, hiszen rombolni se és PvP-zni se nagyon, azonban most az Asians csapatával kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mégis megpróbálnánk ide építeni méghozzá különböző vízi élőlényeket. Ez itt például egy korábbi építmény, ez egy spawn mészönös lodge-nak épült, és hát ennyi maradt belőle, ugye egy angler fish, ami itt látható elképesztően jól néz ki, megmutatom majd a gyönyörű teljes állapotában is, még rombolás előtt, sőt shaderrel meg valami egészen lélegzett elállító látvány. Na valami hasonló állatvilágot, élővilágot szeretnénk ide megépíteni ismételten, viszont ennek ugye megvannak a veszélyei, például pont ezek a játékosok, akik körülöttem vannak, nem nagyon tudom, hogy kibe bízhatok és kibe nem bízhatok, hiszen a spawn ugye a szerver legveszélyesebb helye lehet, de mégis valószínűleg ez fogja itt megadni a kihívást és az érdekességét az itteni építésnek. Remélem, hogy nem lepnek meg minket, és nem kapunk valami véletlenszerű rajtaütés az eseményen, mert azért a grifferekhez elég gyorsan el tudnak jutni ezek a hírek, és hát most elég sok nyersanyag is lesz itt, amiből fogunk tudni építkezni, meg elég sok játékos is, akik szintén csak itt hagyhatják a fogukat. De azt gondolom, hogy pont ez benne a kihívás, így lesz érdekes az event, hogy bármelyik pillanatban támadás áldozatai lehetünk. Hát nézzük, hogy mit tudunk itt közösen összehozni a spawnon, milyen vízélő világot tudunk ideépíteni. Amit én saját építménynek terveztem, az egy karthal. Nekem ugye az egy kedvenc állatom, amelyik nem is tudjátok valószínűleg róla, de én imádom egyszerűen a tengeri élővilágot, erről még keveset beszéltem, de különösen a mélytengeri állatok egyszerűen valami lenyűgözőnek. Úgyhogy ja, izgi, nézzük, hogy mit tudunk összehozni belőle. Na, hát elkészültünk, itt is lenne a karthal. Mondjuk tényleg inkább baby karthalnak mondanám, hiszen nem lett olyan nagyon nagy a több építményhez képest, de azért nem rossz ahhoz képest, hogy hát nem nagyon volt időm előtte megtervezni, szóval ezt igazából egy improvizálva építettem. A többiek viszont mind szkematikokból dolgoznak, ez itt például egy szumnautikás kyklops lesz, biztos felismeritek az alakjából. Még ugye nincs teljesen kész, de nagyon szépnek ígérkezik. Azt itt látok valami víz alatti tenger alattjárót. Körülbelül egy ilyen 10-15 ember dolgozik jelenleg ezeken a projekteken, és még mindig nem voltunk támadás alatt. Egy-két új játékos elsétált erre, de ők egyáltalán nem jelentettek veszélyt. Itt készül egy nagy tűzhal, azt hiszem az itt ennek a neve. Á, és tessék, itt van a polip. A polip, amiről beszéltem, hogy ezt is nagyon el tudnám képzelni itt lent, hogyha már vízi élő világ. Á, zseniális, ráadásul Eternal Finn építi, akivel korábban még a Place kapcsán volt nagyon sok dolgunk. Tök jó látni ezeket az ismerős arcokat, hogy valahogy mindig összesodor minket a szerver, és lehetnek ilyen közös munkáink. Egyébként unblock nagyon jó hangulata van ezeknek az összegyűlős építgetéseknek, az emberek rábondanak egy sörre, vagy valami kis finom piára, eliszogatnak, építgetnek, tök jó. Szóval olyan sajnálom, hogy nem tudok tovább maradni és nagyobbat építeni, de nagyon késő van, ugye általában ezek amerikai időszámítás szerint kezdődnek és zajlódnak ezek az eventek, szóval most is éjfélkor kezdődött, úgyhogy én most beírem ezzel a kis karthallal, és kíváncsi vagyok, hogy holnapra mi marad ebből az egészből. Na, hát itt is vagyunk egy kicsivel később, és hát rengeteg minden készült, és még mindig nem ért minket támadás, ami egy remek hír, úgyhogy körbe tudunk nézni az újonnan készült halak közül. Na hát elsősorban ez itt a Lionfish, vagy hát pontosabban tűzhal, azt hiszem magyarul, amiről beszéltem. Megérte ráválni, mert nagyon durvá részletgazdag lett, úgyhogy ezt imádom. Aztán itt van egy ilyen nagyon fura kinézetű hal. Ez azt hiszem az Insakváriumból az egyik guppy, talán a King guppy, hogyha nem tudom mennyire vágjátok, egy nagyon régi játék, nekem egyébként sokáig a kedvenc játékom volt. Insakvárium guppy. Akkor rögtön itt alatta látok egy tengeri csikót, ami nagyon kis aranyos. Mellette egy pufferfish és egy ilyen víz alatti búvár, meg a búvár mellett ilyen lobster, meg mindenféle kincs, tengeri növényzet, tehát ez is nagyon jó, hogy így a része úgymond a játéknak, ezért nem tudom, talán muréna akar lenni? Nem, mert a murénának nincs ilyen fluoreszkálós fénye az elején, szóval ez nem valami, talán valami mélytengeri ragadozó angolna szeretne lenni, de nagyon jól néz ki.
Akkor hát itt van a távolban ugye a polip, ami mellé készült Mario, Mario-s halak, itt is valami goldfish, itt készül éppen egy rája, méghozzá, hogyha jól látom, akkor egy ördögrája, amiket szintén nagyon imádok. Aj, úgy szeretnék elmenni búvárkodni egyébként egyszer az életben, ez majd nekem egy ilyen nagy álmom, hogy majd egy búvárkodáson részt vehessek. Mondjuk snorkelezni már sokszor voltam, de hát a snorkelezés az mégsem olyan, mint amikor ténylegesen egy palackkal merül le az ember. Aztán itt vannak ilyen egészen nagy bildek is, ahogy láthatjátok. Talán ez itt az egyik legnagyobb, amikor egy sima kis aranyhalat egy hammerhead, tehát egy ilyen pörögy cápa vesz üldözőbe és próbálja elkapni. Azt hiszem ennek az alkotásnak az lett a címe, hogy Circle of Life, mert amint éppen az aranyhalat bekapja a pörögyfejű cápa, abban a pillanatban a pörögyfejű cápát is megeszi valami sokkal nagyobb ragadozó hal. És ugye ez így bezáródik a kör, hát igen, ez meg már olyan nagy, hogy ennek nem is tudom, hogy ennek milyen ragadozó jöhet itt mögötte. Óriási bildek, mint valami hatalmas leviatán. Jaj, ez is nagyon jó, ezek a kis harcos guppik. Jaj, de jó. Nézzétek még milyen színvilága van, milyen részletes az egész. Nézzétek, itt van az én fejem is. Megépítjük minden csapattagunknak a fejét egy ilyen pufferfish formájába, szóval azért ilyen kis tüskés. És akkor egyben el tudjuk helyezni a skinünket, másrészt pedig mégiscsak egy halról van szó. Jaj, ez is nagyon jó. Ú, de gyönyörű szép ez az átlátszó hal. Ezt Genetics készítette. De nézzétek meg alaposan a gerincét, tehát hogy ahogy az meg van csinálva, és ez ráadásul ugye Androidokból is készül, szóval még világít is a sötétben. Ezeket megint csak azt kell mondjam, hogy shaderrel kell őket végignézni. Akkor itt van ugye egy újabb oktopusz, és hát valahol, ezek ilyen koi, ilyen yin-yangos koi, hogyha jól láttam, valahol itt épült meg a Subnautica-s Kyklops. Ó, tessék, itt is van. Nagyon szép, nagyon jól néz ki. Aztán itt a távolban rajzolódik ki egy óriási bohóca. Aztán itt lent van egy darab az elsüllyedt Titanicból. Aztán ezt nézzétek, mi rajzolódik itt ki a távolban. Egy Ghost Leviathan, ez egyik kedvenc Leviathanom a Subnautica-val, ahogy éppen megeszi a kis csikóhalat, ugye ezt a kisebb tengeralattjárót, amivel lehetett menni. Ahogy épp találkoznak. Ez mennyire epic! Nézzétek meg, ez is megint egy olyan építmény, ami szerintem shaderrel sokkal jobban kijönne, hiszen ugye ez is világít a sea lanternök miatt, úgyhogy, ja, nézzük meg shaderrel ezek hogyan néznek ki. Hát megérte átváltani, Jézusom, nézzétek, most jön ki úgy igazán jól. Tényleg, mintha egy valami mély tengeri részsel lennék, még ahogy besüt onnan fentről éppen, hogy csak átszűrődik a fénye a rombolt spawn tetőnek, úgy iszonyatosan jól kijön maga a Leviathan teste, ahogy világít, mint hogyha valami mélytengeri élőnyt látnék, elképesztő. Na és hát közben épülnek itt magyar bildek is, úgyhogy én is jöttem még ide besegíteni, ha más nem, akkor nyersanyagokkal. Hoztunk ilyen build kitet, tessék, tessék, tessék. Na, meg ide is leadok pár sulkör építőanyagot, csak hogy készüljenek belőle azok a buildek, és hát kíváncsi leszek az eredményre. Na, megint egy nappal később vagyunk, és vannak itt teljesen új játékosok, akik most vannak itt először, és nem tartoznak hozzá az építőkhöz, és ráadásul nem is kezdőjátékosok, tehát úgy új játékosok, hogy még nem láttuk őket itt. Mondjuk egyelőre még csak annyit írt a csetel, hogy wow, tetszik neki ez a hely, de remélem nem azért írta, hogy tetszik, mert hogy jó lenne mondjuk egy jó kis pontásra, grifferésre. Nagyon durva egyébként csak így kiszállni az akváriumból, és így távolról megnézni, visszanézni, hogy mik készültek ott, hogy mennyi hal van, meg micsoda élővilág van ott már bent. Itt a spawnnak a széle, és hát látszik, hogy itt a teljes káosz, és nézzétek meg, ahogy a teljes káoszból egyszer csak kialakul valamiféle rendszer itt a víz túloldalán keresztül, ahol szintén eddig teljes káosz volt, de most végre megjelentek új építmények. Meg hát azért mégiscsak valami nagy dolog kezdett el itt épülni. Remélhetőleg ez nem lesz olyan nagy, hogy aztán egyre több és több játékos figyelmét is felkeltse, és aztán mondjuk olyanok is ide kerüljenek, akik már ártó szándékkal jönnek. Ó, na, azt hiszem megvan az első PvP-s játékos. Rögtön itt a Spawn Aquarium mellett, ami nagyon nem jó. Hogy karddal próbálkozik, ami elég furcsa. Mondjuk nagyon mással nem is tud, hiszen itt vagyunk az építési limit tetején. Ugye itt kristályokat se lehet lehelyezni. Ezért egyben nagyon jó és egyben nagyon kellemetlen a spawnon lenni. Mármint, hogy így nem csak az építés lehetetleníti kell ezekkel az építményekkel, például ez a vizes tömb, meg ilyesmi, hanem a PvP-t is, aminek köszönhetően így kevésbé kell tartani az ilyen támadásoktól is. Most váltott el kristályra, nézd meg. Szóval minden esetre addig nem gáz, ameddig nem adja át a hírét olyan játékosoknak, hogy kifejezetten a rombolás céljával jönnének ide, úgyhogy
Addig robbangasson el csak itt magának. Na hát, ismételten sok építménnyel bővült az akvárium, többek között készültek olyan magyar alkotások is, mint ez a rája. Ez egy sokkal nagyobb obszidián rája, mint amit korábban láttunk ott lent. Aztán szintén ugyanúgy Offset és Draken építette ezt a ókát is, ami rohadtul, de rohadtul aranyos lett. Mellette készült egyébként egy pingvin, és még meg lehet csodálni egy kapibarát, amit úszik. Ezt egy kapibara nevű játékos építette, egyébként ő is Asian tag. És itt még a szélén épült egy flamingó szobor is. Mondjuk az első talán olyan víz alatt élő lény, ami nem feltétlenül a víz alatt él. Rohadt jól néz ki. És ami a legszebb, hogy szinte, de tényleg szinte semmi grifelés nem történt azóta sem, pedig most már eltelt körülbelül egy hét a projekt kezdete óta, egyszerűen olyan nehezen bonthatóak ezek az építmények a víz alatt, hogy egyelőre egyik grifernek sem vetemedett rá kedve, akkor is, hogyha egyáltalán megtalálták ezeket az építményeket, különösen az obszidiánból készülteket, hát például ez a rája, ez baromi nehezen szétszedhető. És ami még nagyon király, hogy készült egy interaktív world map is, amit szintén egy csapattagunk Rules készített ehhez a projekthez. Ez egy online felületen található, itt is van, ahol a játékosok meg tudják nézni az összes eddig elkészített építményt a spawnon. Ugye itt van maga ez a Water Cube középen, ez az ezerszeres terület, ez mindennek itt a közepe, és ahogy láthatjátok, itt a szélén elég sok építmény elkészült, szóval ahogy látható, ennek az akváriumnak körülbelül az egy negyedét már teljesen berendeztük, tehát nagyon sűrűn végig vannak építve a halakkal, amit így egyesével meg is lehet nézni, például itt van az elkészített karthalunk. Vagy akkor itt vannak a Minecraftos fejek, amik ugye ilyen pufferfishből készültek, itt látható például az én fejem. De nézzük meg akkor az újonnan megnézett építményeket, itt van a rája, vagy akkor a fóka a szélén, és hát nem csak a képeket lehet megnézni róluk, hanem akkor ide kattintva látható a koordináta is, és a Discordos beszélgetés mindegyik apró kis építményről. Hát ez valami zseniális! Nézzük például, hogyha ámbrászcet kezdtünk volna elépíteni. Imádom amúgy tényleg az ámbrászceteket. Szerintem tök különleges élmények azzal, hogy emlős, és mégis a mély tengerekben, meg a felszínekben is egyaránt tud mozogni. Elsősorban ugye levegőt kell lennie, kiúszik a felszínre, mély levegőt vesz, és aztán meg leúszik olyan mélységekbe, ahol az emberek nem is tudják őt követni, és csak találgatunk, hogy hú, vajon éppen ott mit csinálhat lenne, valószínűleg biztos óriási partit csapat. Valami óriási partit csapatnak ott mélyen a mély tengerekbe, de hogy nem, elvileg tényleg ott vadászik ezekre az óriási tintahalakra, de hogy elvileg még azt se látta senki. Nem csak így a tintahalak nyomait vélték felfedezni a bőrén egy-egy ilyen merülés után az ámbrászceteknek, meg ez is, hogy ámbra, ez honnan jött, meg hogy angol ugye a sperm whale, hogy lehet ennyire különböző neve. Ezekből az ámbrákból egyébként készítik a parfümök, az ilyen nagyon drága parfümöknek elvileg egy fontos összetevő anyaga. És ez pedig ugye az ámbrászcetekben termelődik elvileg valami ilyen viaszos-szerű, erős szagú anyag, ami jól megfogja az illatoknak is a szagát, és ezért használják a bizonyos parfümökhöz, és akkor elvileg így az ámbrászcetek a bélfalából nyerik ki ezt a váladékot, ami úgy néz ki, mint hogy sperma lenne, és ezért hívják angolul sperm whale-nek. Valószínűleg elnézték el, nem tudták mi az, mondták, hú, hát nagyon sok a sperma, mondták. És akkor miért ne nevezzük el ezt a sperma bálnának? Gondolták szerintem. Vagy nem tudom, hogy születhetett ez a név. Szóval nekem ez egyik kedvenc állatom. Emellett nagyon okos is. Az egyik legokosabb set, ha nem a legokosabb. És ilyen baromi nagy feje van. Neki van, azt hiszem az emlősök közül neki van a legnagyobb. Sőt, talán az állatvilágban neki van a legnagyobb kapacitású agya. Hogyha jól tudom. És például a nyelvük olyan komplex, hogy ilyen füttyögő hangokat adnak ki. Tehát úgy kommunikálnak egymással a bálnák, és nekik van a legkomplexebb nyelvük az összes bálnak közül. És rendesen olyan komplex, hogy még nem tudták teljesen felfedezni, hogy melyik füttyögés éppen mit jelenthet, mert nem csak, hogy bálnáról bálnára változhat, hanem törzsről törzsről, családról családra változik egy kicsit úgymond, mint ahogy az embereknél is ugye különböző nyelvjárások a különböző családokban, ugye a bálnáknál is, az ámbrászceteknél is változnak, hogy hogyan füttyögnek egymáshoz. És nagyon komplex a nyelvük, tök jó.
Ja, meg hát tök jó fejek is, szóval például, hogyha az egyik bálna megsebesül, megsérül, vagy valami baja van, akkor a többi cet köré gyűlik, és kiemelik őt a vízből, hogy kapjon a levegőt, nehogy megfulladjon. Meg annyira durva, imádom például a bálnáknak a csontvázát, hogy tök jól látni bennük, hogy ők emlősök, és hogy korábban ők a szárazföldön éltek, hogy például a melluszonyaikba mind a mai napig látszik az az öt pár új, amik aztán később uszonyá alakultak vissza, de hogy így ezzel látszik, hogy milyen nagy is a hasonlóság köztünk emberek között, és akár a bálnák között is, hogy nem is állunk olyan távol egymástól, még akkor is, hogyha tök máson nézzünk ki. Nekik is ott van a kis kezük, mint hogyha valami emberi kéz lenne. Meg aztán, hogyha tengerekről, meg mély tengerekről van szó, tényleg annyi érdekes élőlény van még ott lent. Hát a cápák közül például a grönlandi cápa az az egyik kedvencem, ami tök mélyen tud élni, és emiatt nagyon lassú is az életciklusa, tehát például a grönlandi cápa az akár 500 évig is elélhet. Gondoljatok bele, 500 évig élni? Hát csak ahhoz, hogy ivarére legyen, neki 150 évet kell várnia. Gondolj bele, 150 évet vesz egy jó kis szexért. Mit csinál ez idő alatt? Ha például járnának suliba, ha általános iskolában járna a grönlandi cápa, akkor mondjuk 100 évig tartana neki csak az általános, és mondjuk 150-ig a középiskolának a vége. 150 évig kéne tanulnod ahhoz, hogy leérettségizzel. Egyáltalán hogy lehet ilyen sok időt túlélni? Vagy úgy vannak vele, hogyha már az anyaméhet túlélték, hogy a többi cápa az megeszi egymást a gyengébeket már az anyamékben, akkor utána már az 150-200 év, vagy akár 500 év azzal meg se kottyan nekik? Vagy hogy működik? De ott van mélytengeri élőlényként a blobfish, vagy ez a kocsonyahal, ami meg aztán szintén zseniálisan néz ki. Biztos vagyok benne, hogy mindenki látott már képet róla korábban, vagy a kobolt cápáról. Hát milyen élőlények, mint hogyha valami űrlények lennek, és ezek itt élnek velünk együtt egy bolygón. Ilyet kéne építeni, csak az nem lenne annyira könnyen felismerhető, mint mondjuk ez a szumnautikás kukucskálóhal. Na, és hát ezzel hivatalosan le is zárult a projekt, illetve érdekes módon ez a projekt nem teljesen úgy zárult le, mint hogy általában a többi event szokott itt a 2B2T-n, hogy megtörténik egy grief, és azzal együtt vége is dolognak, hanem ez továbbra is a videó kikerültekor is grief-feletlen, szóval szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogyha vannak itt aktív játékosok a nézők közül, akik játszanak a szerveren magyarok, mindenféleképpen jöjjenek fel és építsenek, mert ez itt most egy olyan lehetőség, ami nem sűrűn adódik meg. Együtt lehet építeni olyan hatalmas nagy játékosokkal és gruppokkal, akikkel általában nem nagyon lehet összefutni a szerveren, most közösen lehet az építményeik mellé lehelyezni a sajátotokat is, és ezzel részt venni egy spawn eventen, ugye nagyon könnyen megközelíthető, hiszen itt van gyakorlatilag a 0-0-án, még a nyersanyagokat is adunk hozzá, szóval, hogyha valakinek csak az kell, hogy nyersanyagokból legyenek neki elegek ahhoz, hogy tudjon építeni, azt is tudunk adni. Itt egyébként pont egy Spleef Arena készült egy ilyen óriási szívószál belsejével, ezzel megünnepelték a játékosok, hogy egy ilyen sikeres projektet tudhatunk a hátunk mögött. Tehát nem muszáj vízi élőnyeket, bármiféle kreatív vízi structure lehet építeni. Discordon ott vannak a szobák, be tudjátok írni, hogy pontosan mit szeretnétek, meg hogy milyen nyersanyagokra van szükségetek, és biztos vagyok benne, hogy valaki tud adni hozzá nyersanyagokat is, úgyhogy el tudtok itt látogatni, megcsinálni a sajátjaitokat is itt. Készült egyébként egy epikre összevágott videóklip is az itt látható építményekből, amit Rules csatornája meg tudjátok nézni. Nagyon epik hozzá a zeneválasztás is, szóval mindenféleképpen javaslom. Most már nem kell titokba tartani ezt a projektet, hiszen hogyha már a hivatalos zárása megvolt, de építményeket még mindig lehet ide készíteni, úgyhogy ha gondoljátok, nyugodtan osszátok meg akár ezt a videót is, és álljátok össze a haverokkal, készítsetek valami nagyot. Én mindesetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a videóra, remélem, hogy tetszett, és hogyha szeretnétek még hasonlókat látni, akkor hamarosan a közeljövőben jelentkezek még 2B videókkal. Mára ez volt a Spawn Aquarium, hogyha esetleg a grupról szeretnétek többet megtudni, aki ezt kitalálta, akkor itt erre a videóra kattintva egy másik nagyon izgalmas 2B témát is megnézhettek. Viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan. Sziasztok!